Köszöntöm a stúdiumban Székely Barnabást, a Hajdonállási Hódos Imre utánpótlás és diák sportegyesület asztali tenisz szakosztályának vezetőjét. Jó estét kívánok! És hát beszélgessünk arról, hogy azért most nyári szünet van mindenhol, tehát sportágakban is, meg minden egyéb téren, tehát kitölt úgymond a nyári szünet. És akkor azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit számot vetni azzal, hogy mi történt az elmúlt fél évben, az elmúlt szezonban, ugye asztali tenisz tekintetében, hiszen azt gondolom, hogy egy szép múltra, már most szép múltra visszatekintő szakosztályról beszélünk, és hát több csapatok is van, eredményeik is vannak, és az utánpótlás is, én azt gondolom, a diáksport is egy nagyon-nagyon szépen felépített történeten van már túl most pillanatnyilag. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan is indult a Hódos Imrén belül a szakosztály élete, ha jól tudom, egy jó 10 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Igen, a Hódos Imre Sportegyesület asztali tenisz szakosztályának a születések 12 évvel ezelőtt volt. Végül is a Hajdonási Spartakusz ESE egyesületből váltunk ki, és utána úgy gondoltuk, hogy egy önálló szakosztályt hozunk létre, és megkerestük a Hódos Imre Sportegyesület akkor és jelenlegi vezetőjét is, dr. Kis Józsefet, és támogatásáról biztosított bennünket, hogy a Hódos Imre Sportegyesületen belül ez a szakosztály eredményesen tud működni. És innentől kezdve tulajdonképpen egy szisztematikus sportszakmai munkának az eredményeképpen immáron 4 csapatunk vitézkedik a különböző szintű bajnokságokban. Egy csapatunk az NB3-ban, egy csapatunk a megyei első osztályban, és 2 csapatunk pedig a megyei másodosztályban szerepel. Igen, hát az utánpótlás képzés helyzetére visszatérve, amikor megalakultunk, 3-as céllal jött létre az egyesület. Egyrészt lehetőséget biztosítani a versenysportra, illetve lehetőséget biztosítani a hobbi és szabadidős sportolóknak a rendszeres pingpongozásra, illetve a tehetséggondozás és az utánpótlás képzés. Ez a 3-as cél lebegett a szemünk előtt, és ezt azóta is figyelembe tartva végezzük munkánkat, és úgy gondolom, hogy igen, az utánpótlásunk is igen eredményes, hiszen a diák olimpiákon nagyon szép eredményeket érnek el, megyei és országos szinten 1., 2., 3. helyezéseket. Itt szeretném kiemelni, hogy nem is olyan régen volt egy olyan alkalom, amikor a középiskolás diák olimpiának a dobogóján 3 egykori tanítványom szerepelt, úgyhogy ez nagy örömmel és büszkeséggel töltött el engem is, és a Hódos Imre Sportegyesület asztali tenisz szakosztályának családját is. És azt gondolom, hogy ez annál is inkább megbecsülendő és még inkább figyelmet érdemlő történet vagy dolog, hiszen gyakorlatilag, és akkor itt most vágjunk is bele a dolgok közepére, de azért majd közben visszatekintünk egy-két másik eseményre is, hogy beszélgettünk itt a felvétel előtt, hogy igazából úgymond edzők, mesterek nincsenek az egyesületnél, hanem hát egymás tapasztalataira hagyatkozva, meg hát gondolom máshonnan ellesett fogásokkal, egyebekkel tudnak gyakorolni, edzeni, készülni folyamatosan a mérkőzésekre. Igen, hát a játékosok többsége autodidakta módon tanult meg pingpongozni, de úgy gondolom, hogy a rutinosabb, nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező játékosok tanácsaira is bátran hagyatkozhatunk, tehát egymás között megbeszéljük a javítandó dolgokat, és meccseken is, ugye az ellenfelektől is ellesünk bizonyos fogásokat, de a heti edzésen egymástól, egymás között a játék során kielemezzük a problémákat, a hibákat, illetve azt, hogy milyen ütésfajtákat erőltessünk, kinek mi az erénye, esetleg azt erőltesse, azt fejlesz-e tovább. Mennyire népszerű az asztali tenisz? Mert az én tapasztalatom szerint talán az egyik olyan népszerű, szinte mindenhol gyakorolható sport,
amihez felállítanak egy asztalt, kifeszítenek. Tehát most a nagyon amatőr dolgokról beszélek, hogy a gyerekek akármilyen kis olcsó pingpongütőt a kezükbe vesznek, kis kaucsuk labda, és akkor már mehet is a meccs, tehát most itt nem versenykörülményekre, de hogy a gyerekeket, én legalábbis így emlékszem, hogy nagyon vonzott a régebben is, és azt gondolom, hogy most is, hiszen ha körbenézzünk az udvarokba, láthatunk pingpongasztalokat, de akár még az étkezőben is, vagy bárhol is felállítják a családok, és lejátszanak egy-egy meccset. Tehát, hogy népszerű, de jelentkezik-e ez önöknél az Egyesületben? Hát igen, ez, amit az előbb hallottunk az asztali teniszről, ez egy ilyen elterjedt dolog. Ez olyan, mint ugye a fociról is azt mondják, hogy mindenki ért hozzá Magyarország. Vagy akkor ez egy legenda? Hát igen, tehát, hogy maga az a nem legenda, mert végül is például nálunk is, mármint hogy én a Bocskai iskola polgárjúti intézményességében dolgozom, és ott az épületben, a büfé előtt föl van állítva állandó jelleggel egy pingpongasztal, és én úgy gondolom, hogy ez a mézes madzag, tehát, és én ott figyelgetem játék közben a gyerekeket, hogy ki az, aki ügyesen fogja azt az ütőt. Hát az, hogy valaki úgymond versenyszerűen sportoljon, az már egy új szint, az már ott több mérföldkövet kell elérni ahhoz, hogy valaki odáig jusson. Sajnos éppen az a nagy probléma, hogy ha nem elejétől fogva felügyeljük a gyerekeknek a pingpongozását, akkor vannak olyan rossz beidegződések, olyan rossz mozdulatok, amelyeket nagyon nehéz kinevelni, vagy jobban mondva kijavítani a gyerekeknél. Úgyhogy igen, tehát az a nagy helyzet, hogy a gyerekek közül nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők tudnak pingpongozni. Mm-hmm. Hát van egy szint, egy ilyen hobbi szint, amikor ugye egymás között játszanak, de még egyszer mondom, hogy a versenyszerű sport azért az más, tehát ott az már komoly szint. Egyrészt, ahogy említettük az ütőket, hát ugye ahhoz, hogy valaki komolyabb szinten jusson, ott már komolyabb ütőkre van szükség, ami sokszor meglepődnek, hogy mondjuk egy ilyen, mondjuk így, hogy egy NB3-as szintű játékosnak egy pingpongütő olyan, hát változó, tehát alaphangon 80-90 ezer forint, és ettől azért fölfelé is lehet gondolkodni. Így van, tehát akkor itt is ugye az eszköz, a sporteszköz azért meglehetősen drága. No, akkor térjünk vissza erre az időszakra, amit most itt magunk mögött hagytunk, hogy ugye említetted, hogy NB3-as megyei, illetve megyei másodtő, tehát 4 csapat van, plusz ugye ott vannak a diákok, a diák utánpótlás, tehát van bőségesen munka ezzel az egész egyesület, hogy te vagy a vezetője, tehát számtalan szervezés és egyéb feladat is hárul, mind a mellett, hogy egyébként megjátszol is, tehát nem olyan egyszerű mindezt összeegyeztetni. De hogyan alakult az évad, tehát merre jártatok? Például érdekes út ugye a tavaszi forduló, hogy egy helyen kellett lejátszani az összes meccset, azt gondolom, hogy ez is egy érdekes történet. Hát igen, az őszi fordulót, amikor elkezdtük, ugye november környékén történt ezek a energia áremelés, illetve hát ezzel együtt minden egyes megyei csapatnak megnövekedtek a kiadásai a terembérlet miatt, illetve a úti költség miatt, és a téli szünetben a megyei szövetség elnöke egy videokonferenciára invitált bennünket, hogy beszéljük meg, hogyan továbbot, mert egyes egyesületek anyagi csőd közelében álltak, hát mi is nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, és a közös gondolkodásnak az lett az eredménye, úgy döntöttünk, hogy most hát egy lehetőséget megragadtunk, hogy Kabán az önkormányzat fenntartásában lévő tornacsarnok hát eléggé kedvezményes áron tudta biztosítani a megyei szövetség részére, és a tavaszi fordulókat minden egyes csapat, hazai idegenbeli meccs, ami éppen még rávált a tavaszi fordulóban, Kabán rendeztük meg. Hát tudjuk, hogy ez nem igazán szakmailag, nem igazán teljesen jó,
de a sok rossz közül a kevésbé rosszat választottuk. Mert ugye hát egy sportszakmai szempontból kérdéses az, hogy egy nap két csapatmérkőzés játszott mindenki, és ugye hát az jelenti, hogy egy játékosnak 10 meccset kellett tehát egy ez nap egy lesz. Sűrített. Hát sűrített, igen, tehát hogyha valaki olyan intenzitású játékos, aki állandóan pörget, az ötödik meccsen már nagyon kell a levegőt kapkodnia. Igen, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy az asztali tenisz, hát csak az asztal mellett állok és átütöm. Hát igen, tehát azért egy ilyen szinten már azért megfelelő intenzitású mozgással párosul ez a pingpong. Úgyhogy ez a helyzet állt elő, és most jelen pillanatban ugye a következő bajnoki évad előkészítése van folyamatban, illetve hát már nem teljesen előkészítése, mert a megyei szövetség kiírta az új bajnoki évad forgatókönyvét, és újfent ugye a kabai tornacsarnok ad helyszínt a mérkőzéseknek. Ezen már most néhány egyesület vezetőjével gondolkodtunk, hogy talán ettől lehetne valamilyen jobb megoldást találni. Majd reméljük, hogy ez sikerül is, és sikerül a szövetség elnökével, a szövetséggel is egyeztetni az álláspontunkat. Tehát ugye ez a tavaly téli, tehát azért ez szervezeteket, intézményeket, mindenkit nagyon megviselt, ez az energia dolog, de egyébként a szakosztály miből tud gazdálkodni? Tehát milyen forrásaik vannak, hiszen azért itt utazás és hasonló költségek merülnek fel? Igen, négy forrásból próbáljuk finanszírozni a kiadásainkat. A legnagyobb támogatónk, anyagi segítőnk az önkormányzat. Aztán a tagdíjbevétel, és hát ugye én is, de a tagok többsége is azon dolgozik, hogy minél több szponzort leálljunk fel, keressünk meg, hogy segítsék a munkánkat, illetve az egyesület pályázatok segítségével próbálja a szervezet fennmaradását, fenntartását segíteni, úgy mint sporteszközök, terembérletre, tehát ebből a négy forrásból táplálkozik a Hódos Imre Sportegyesület anyagilag, de sajnos hát szűkös a szűkös, így is nagyon szűkös. Most ugye éppen azt beszéltük a pingpongos társaimmal, hogy a szponzorok körét kellene bővíteni, de tudjuk nagyon jó, hogy a szponzorok már, akik tehetik, akik sokat áldoznak a civil szervezetekre, azok már ugye anyagilag már mondhatni úgy, hogy nagyon leterheltek. Mindenesetre próbálkozunk, tehát nem csak azt akartam ezzel mondani, hogy nem csak fentről várjuk a segítséget, vagy mástól várjuk a segítséget, hanem mi is sokat teszünk azért, hogy anyagilag is mondjuk így, hogy túléljük a nehézségeket. Ha már a pályázatoknál tartunk, akkor ha jól tudom, akkor volt, ugye, és akkor ez az utánpótlás, tehát a diák sportot érinti, volt egy sikeres tehetségprogramos pályázatok e témakörben, tehát asztali tenisz. Igen, hát az én szerepem itt kettős a pingpong nálási pingpong életében. Ugye egyrészt a Hódos Imre Sportegyesület asztali tenisz szakosztályának vezetője vagyok, másrészt pedig a Bocska iskolában is a tehetség, az asztali tenisz tehetségek felkutatásában és gondozásában próbálok minél nagyobb szerepet vállalni. Igen, most az elmúlt évben az NTP, tehát a Nemzeti Tehetségprogram keretén belül egy sikeres pályázatot sikerült megvalósítanom, 4 millió forint értékű volt a pályázat. Sikerre születtél, ez volt a pályázatnak a címe. Hát itt tulajdonképpen a gyerekeknek a személyiség jegyei, az alapkompetenciájának a fejlesztését, tehát nem kifejezetten sportos, tehát hogy csak pingpongedzés, hogy gyűjtjük a labdát, hanem alapkompetenciák, személyiségjegyek,
fejlesztése, egy integratív foglalkozások keretén belül. Ennek a cél elsősorban az volt, hogy a mindennapi életben, a pingpongos, a versenyeken előforduló helyzetekben tudatosan és tervszerűen tudjanak dönteni. Tehát itt a stresszkezelés, a kommunikáció, a reakcióidő fejlesztés, kognitív képességek fejlesztése, tehát nagyon sok területet ölelt fel, ahol is, tehát ezt a pályázati programot a feleségemmel együtt vittük véghez, végig, hiszen tehát ő is szakképzett tehetségkutató, tehát egyetemi végzettségű tehetségkutató, és így próbáltuk meg a gyerekeknek a személyiségi jegyeit, a személyiségi jegyek térképének a figyelembevételével fejleszteni a gyerekeknek ezen a kompetenciaterületeken is. Milyen személyiségjegyeket, miket lehet fejleszteni? Tehát és akkor most itt szellemi, fizikális, mindenféle fajta értelemben gondolok én, tehát hogy a koncentráció az biztos. Figyelem, de hogy még emellett mi mindenre figyeltek. Hát igen, a mentális képzésben itt egyrészt a tudatosság, a tervszerűség, a koncentráció, a stressz helyzetben való helyes döntések, tehát hogy milyen döntési mechanizmus, mert ugye el szoktuk mondani a gyerekeknek is, hogy az ember minden egyes percben döntési helyzet előtt van. Tehát most már az is döntési helyzet, hogy most melyik ajtón menjek be. Tehát apróságnak tűnik, de pláne ugye mondjuk egy pingpongos pingpong versenyen, egy meccsen figyelembe kell, mindig igazodnunk kell az ellenfélhez, figyelni kell az ő játékát, mindig le kell reagálni. Tehát, és ugye ez a hirtelen döntési helyzetben mindig arra kell törekednünk, hogy mindig a legjobb döntést hozzuk meg, ami nagyon nehéz, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is. Úgyhogy, illetve hát ugye a másik fontos dolog itt az önismeret. Tehát, hogy ki, mindenki tisztában legyen a képességeivel, hogy ki milyen szinten, mondjuk egy pingpongnál, hogy most neki a fonálka jobb, vagy a tenyeres, és akkor melyikkel, hogy melyiket hogy alkalmazza, illetve ugyanúgy itt képbe jön az, hogy a másik, tehát az ellenfélnek a taktikáját, ütésfajtáit is figyelni kell, és azt lereagálva kell a saját játékunkat játszani. Azt gondolom, hogy minden sportágban, és akkor így az asztali teniszben is, főleg ilyen, tehát vagy, ha nem is csapat, de mindenféleképpen egy szemben álló ellenféllel vagyok, tehát ugye ez minden sportágban így van, vagy legalábbis a legtöbben, az ellenfél tisztelete, az alázat, gondolom, ez is egy nagy, tehát a sportág iránt is, és egymás iránt is, hogy úgy viselkedem, hogy az megfeleljen mindezeknek a szempontoknak, hogy, és a sportág iránti legmélyebb alázat, tehát, hogy mindent elkövetek azért, hogy én sikeres lehessek, és ezért dolgozom nagyon-nagyon sokat. Meg például, tehát nagyon sok gyereknél a vereség kudarca, tehát, hogy sikerre születtél volt a pályázat címe, de azért a vereséget is méltósággal is emelt fővel kell elviselni. Tehát ezekre is kitértek ezeken a foglalkozásokon, mentális foglalkozásokon? Hát ez természetes, illetve hát itt aki az asztali teniszre adja a fejét, az alapból ezeket a dolgokat alapból magáévá kell tenni. Tehát igen, egyrészt kezdjük azzal, hogy ahhoz, hogy valaki jó versenyzővé váljon, tudatos, kitartó akaraterővel kell dolgozni. Tehát ez nem úgy működik, hogy egy héten belül jönnek a várt eredmények, vagy a javulás. Tehát mindig mondom a gyerekeknek, hogy naponta 300-szor is meg kell ütni azt a tenyerest, és akkor majd holnap már a 300-ból lehet, hogy 10-szer úgy fog menni, ahogy kellene. Tehát ez tényleg nagyon kitartó, szorgalmas gyerekekre van szükség. Sajnos azért egyre kevesebben vannak. Tehát a gyerekek úgy gondolják, hogy a siker az azonnal. Tehát, hogy én odaállok, és akkor én most már valakit megvertem ott a szünetben, akkor én most itt bajnok vagyok. Na jó, szóval az egyik ez, tehát ez a kitartás, ez mindenképpen. Tehát erre neveljük a gyerekeket, hogy
csak a kitartó, szorgalmas munkának lehet itt eredménye a pingpongban. A másik igen, az ellenfél tisztelete. Azért mondom, hogy az asztali tenisz ugye az egy nem kontakt sportág, nem kerülünk testi kapcsolatba az ellenféllel, de ugyanúgy respektálnunk kell az ő játékát, személyiségét, és igen, ami nagyon fontos, hogy el kell tudni viselni a vereséget. És abból is töltekezni, abból is erőt meríteni, hogy legközelebb, amikor ugyanazzal az ellenféllel szembe kerülünk, akkor már nehogy Isten tudjam, hogy mit kell ellene játszani, vagy nehogy Isten, vagy következő ellenféllel szemben is a saját játékomat tudjam játszani, ne abba temetkezzek bele, hogy Úristen, miért is történt, miért nem, hanem már előrelépünk, tovább megyünk, és előre gondolkodunk. Tehát én elemzéseket szoktak végezni egy-egy mérkőzés után, vagy egy-egy forduló, tehát ahogy összejönnek, hogy és nem csak a gyerekeknél, hanem hát gondolom a felnőtteknél már igen, hiszen pont arról beszéltünk az imént, hogy egymás játékát figyelik, az ellenfél játékát, tehát gondolom ezt ki is elemzik egy-egy forduló után, vagy amikor összejönnek. Igen, hát az a helyzet, hogy mondjuk én a megye első osztály csapatban játszom, tehát ott már szinte mindenki ismer mindenkit. Tehát, hogy nagyjából tudjuk, hogy mi várható az ellenféltől, inkább azt mondom, hogy előre igen, tehát megbeszéljük, hogy ne. Vagy ott menet közben, játék közben, hogyha akivel én legközelebbi meccsemet játszani fogom, ővel már játszott az egyik csapattársam, akkor azért megkérdezem, hogy most mit érdemes erőltetni, mi az, ami megy neki, vagy valamiben valami újat, a szervát, vagy pörgetés, hogy mi az, amit esetleg van olyan, amit másképp csinál. Tehát így meccsek közben is egyeztetünk egymással, illetve hát utána is megbeszéljük a dolgokat, hogy akkor egyrészt a saját játékunkat mindenki elmondja, hogy hogy érzi, hogy játszott önmagához képest, illetve megbeszéljük az ellenfeleknek a játékát is. A gyerekeknél még inkább azért a saját játékra koncentrálunk, tehát ha százalékos arányban akarunk kifejezni, akkor a háromnegyede az a saját játékra. Tehát a úgymond elemzések, idézőjeles elemzések a saját játékra terjed ki. Egynegyed az körülbelül, amikor az ellenfél játékáról beszélünk. Utolsó percekben szóljunk arról, hogy mind a mellett, hogy edzések vannak és együtt vannak, de például gondolom, hogy nem csak az idei nyár volt az, amikor tábort szerveznek. Elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik benne vannak, vagy pedig külsősöket is vártak, hiszen már most éppen vége volt ennek az asztali tenisz tábornak. Hát ugye ez az Erzsébet napközis tábor keretein belül, hát tényleg kezdetektől fogva szervezünk minden tematikában táborokat. A pingpongos tábor az egyik, az adott. Végül is hivatalosan ide bárki jelentkezhet. Igen, természetesen, hogy az én pingpongos palántáim, ők az elsők, akik jelentkeznek. Most ezt úgy kell elképzelni, nem kell megijedni, tehát amikor arról beszélünk, hogy most egy pingpongos tábor, hogy most aztán órák hoztat meg mindenki, tehát én úgy gondolom, hogy tehát én differenciáltan foglalkozok a gyerekek. Hát világos, tehát egy abszolút kezdő. Igen, tehát a pingpongos palántáim, csak így hívom őket, ővelük külön, kicsivel többet, meg szakmailag komolyabban. A többieknél csak a játék örömét, meg esetleg azt nézem meg, hogy kinek. Tehát az is egyfajta tehetségkutató tábor, hogy ki az, akit addig nem láttam, de látszik, hogy van affinitása, van kedve, és tényleg hál' Istennek minden évben két-három gyerek megragad, vagy ott ragad. Igen, hát amikor a sportág népszerűségéről szoktunk beszélni, hogy sajnos ugye vannak, nem sajnos, rosszul fejeztem ki magam, de a pingpong szempontjából, hát sokkal népszerűbb sportágak, akik úgy is mondhatnám, hogy
viszik a tehetséges gyerekeket, a kézilabda, a labdarúgás, elsősorban ugye ez a két sportág. De hál' Istennek mindig vannak olyan nebulók, palánták, akik kedvet kapnak, kedvet éreznek, és meg is ragadnak nálunk, és akkor rendszeres edzéssel. Én úgy vagyok vele, hogy ha már évi szinten 2-3 gyerek megmarad, megragad, és egy olyan szintre fel tudjuk hozni, hogy mondjuk megyei másodosztályi csapatba be tudjuk építeni őket, mert ugye ez a tehetséggondozás úgy működik, hogy az utánpótlás, ugye azért utánpótlás nevelést azért szervezzük, hogy a felnőtt csapatainknak legyen utánpótlása, és megyei másodosztályú csapatainkba szoktuk őket a legügyesebbeket berakni, és akkor ott szépen folyamatosan, ugye onnan tovább, most is például az egyik játékosunk már megyei első osztályú szintre ért fel, és tehát ez a szisztematikus, folyamatos építkezés, ez jellemzi a munkánkat. Nem hagyhatok ki a kérdést. Életkorban van-e határ? Tehát meddig lehet ezt versenyszerűen? Tehát van-e mondjuk ezekben a kategóriánkban életkor határ, vagy pedig ki ameddig bírja? Igen, ki ameddig bírja. Végül is vannak veterán versenyek, ahol nem is tudom, 69-től fölfelé. Tehát a mi csapatunkban is van 74 éves játékos, akitől példát vehetnek. Ez Varga László, ezt név szerint is szeretném el megemlíteni őt, akitől példát vehetnek a gyerekek. Tehát az ő aktivitása, szorgalma, motivációja az példaértékű, de itt már említhetném Magyar Levente bácsit is, a Spartacus csapatvezetőjét, elnökét, hát most megmondom őszintén, nem tudom pontosan hány éves, de ő is már 70 fölött. De ő is a szenior korosztályban van, igen, már mindenféleképpen. Úgyhogy igen, tehát ez, hogy ki meddig bírja, tehát fizikailag, mentálisan, úgyhogy ez nem korfüggő. Tehát lehet a kis fehér labdát ütni, úgymond korhatár nélkül, ki meddig bírja. Nyár közepén vagyunk, hogyan indul az ősz? Tehát ezt már említette, hogy megvan a kiírás, a gyerekeknél, fiataloknál versenyek esetleg már körvonalazódnak, megvannak, láthatóak? Igen, mi minden évben, tehát szeptembertől indul a bajnokság, de emellett úgynevezett egyéni bajnokságokat is szervezünk. Három ilyen versenyünk van, amelyek mutatni azt, hogy fix időpontban, és a Hódos Imre Sportegyesület, illetve van olyan versenyünk, amelyet a Megyei Szövetséggel karöltve rendezünk meg. Ilyen például a most augusztus 20-án is már 5. alkalommal megrendezendő Szent István Kupa. Ez a megyei bajnokságban szereplő megyei másodosztály és első osztályú játékosok számára írjuk ki, azzal a céllal, hogy úgy is mondhatnánk, hogy egy erőfelmérőn vegyenek részt a játékosok, hogy a felkészülésük hogyan sikerült, illetve milyen, hogyan vághatnak neki az új bajnoki évadnak. Ez is nagyon népszerű szokott lenni, mert hogy pont a tulajdonképpen a bajnokság kezdete előtt rendezzük meg. Illetve annyit azért hozzátennék, hogy a Megyei Szövetség elnök András Zoltán mindig és hangoztatni szokta, hogy nagyon szívesen szoktak Hajdonállásra jönni. Egyrészt nagyon sokáig a megyei top 12 versenyeket is mi rendeztük, mert hogy adottak a feltételek, nálunk egy jó hangulatú, magas szakmai színvonalú versenyt szoktunk rendezni. Visszatérve, tehát az egyik az augusztus 20-ai Szent István Kupa, illetve május 1-én szoktuk rendezni a Hódos Imre kupát. Az idén ez éppen az 5. volt már, ha most igen, jól emlékszem. Igen. Ez a kupa tulajdonképpen a hajdonás uszony teszővárosi kapcsolatnak az egyik mérföldköve. Ez úgy indult, hogy a usztronyi pingpongosok meghívták az egyesületet Usztronyba. Ők olyan február környékén szoktak tartani ilyen versenyt.
És akkor ők pedig május, mi pedig viszonzásképpen május 1-ére hívjuk meg őket, és akkor hát egy eléggé rangos, az ő tiszteletükre egy eléggé rangos versenyt. Igen, mert hogy megyei résztvevők is, tehát hogy nem csak hely, hanem... Nem csak megyei, épp az, hogy... Nagyobb a merítés, országos? Nagyobb a merítés, hát inkább a régiót mondanám, tehát Szabolcsból is, tehát Nyíregyháza, Kisvárda, Fehérgyalmat, Vásáros, nem, hát a megye minden csapatából. Tehát az ő tiszteletükre azért egy ilyen rangos tornát szoktunk összehívni. Úgyhogy ez a kettő, tehát a Hódos Imre, a kupa, a Szent István kupa, illetve a pingpong határok nélkül versenysorozat egyik állomását rendezzük. És igen, tehát szeptembertől indul a bajnokság. És akkor a téli időszakban meg akkor megint majd Kobán... Az a baj, nem csak a téli időszakban. Akkor most már az egész Az egész, igen. Tehát ez már egy kicsit... Mert annak idején, tavaly decemberben, amikor erről döntöttünk, akkor szükséghelyzet volt, rendben van, beláttuk, elfogadtuk. Most azért esetleg azon gondolkodunk, hogy lehetne valami optimálisabb megoldást találni, amit minden egyes szakosztály, minden egyes egyesület, vagy legalábbis a nagy többsége támogat. Meglátjuk, ha így marad, akkor igen, akkor Kabán játsszuk le az összes mérkőzésünket. Hát bízunk benne, hogy azért lesz egy optimálisabb megoldás is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Barna. Én köszönöm a meghívást.